Amennyiben az MTA nem fogadja el az Innovációs és Technológiai Minisztérium javaslatait a kutatóhálózat kiszervezéséről, akkor az akadémiai törvényt fogják módosítani. Erről Palkovics László beszélt a Magyar Hírlapnak adott interjújában. Vendégünk Pálinkás József. Ez volt a miniszter reggeli üzenete tulajdonképpen, ezt üzente a Magyar Tudományos Akadémia közgyűlésének. Aztán összeült a közgyűlés és elutasította Palkovics László javaslatát. Pálinkás József, a Magyar Tudományos Akadémia volt elnöke. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Professzor úr, hogy szavazott a közgyűlésen? Palkovics ellen vagy Palkovics mellett? Mert tulajdonképpen ezt lehet ilyen egyszerűen is fogalmazni. Lehet ilyen egyszerűen is fogalmazni, de fogalmazunk inkább úgy, hogy az akadémia elnökének előterjesztése szerint szavaztam. Tehát azt szavaztam meg, amit az akadémia elnöksége és amit az akadémia elnöke előterjesztett. Mennyire borzolta a kedélyeket az, hogy előre megüzente a miniszter, hogy amennyiben nem úgy lesz, hogy azt ő szeretné, akkor akár erővel, hatalommal a parlamenten keresztül is? Amennyire reggel éreztem az emberek hangulatából, nagyon. Tehát igazából véve meg kell mondjam, mint olyan sok egyéb dolgot, ezt sem értem, hogy miért kell egyfajta ilyen fenyegetést megjelentetni aznap reggel. De úgy gondolja, hogy ettől a fenyegetéstől, ettől a reggeli üzenettől keményebb lett az akadémiai közgyűlés? Tehát, hogy több erőt tudtak érzékeltetni a hatalommal szemben? Inkább dühösebb. Keményebb nem hiszem, én azt gondolom, hogy az eredmény akkor is körülbelül ez lett volna, csak ez inkább fölbosszantotta az embereket, hangneme is, amit leírtak, és ráadásul butaságok is szerepelnek benne. Ott volt a sajtótájékoztató? Igen, ott ült a második sorokban a sajtótájékoztató. Azért kérdezem, mert a sajtó beszámolója szerint érzékelhető volt a feszültség az MTA jelenlegi elnöke Lovász László és a miniszter Palkovics László között. Ezt ön is érzékelte, hogy ez a viszony, ez, hogy mondjam, nem baráti még a konfliktustól függetlenül sem? Azt gondolom, hogy ők nem ismerték egymást korábban sem, tehát nem hiszem, hogy ilyen baráti viszony kialakult volna. Érezhető a feszültség, annál is inkább, mert az én álláspontom, és mondjuk azt, hogy ott ültem és néztem a sajtótájékoztatót, szerint Lovász László pontosan adta vissza, mi történt a közgyűlésen, Palkovics miniszter úr pedig hát igyekezett a közgyűlést úgy föltüntetni, mintha valami szabálytalan dolog történt volna. Nem történt semmi. Jól gondolom, hogyha akar, akkor Palkovics László leül a közgyűlésen a szavazók közé, és szavaz ő maga is? Persze, ő ott ült. Meg is tette? Szavazott? Biztosan szavazott, hogy mindegyikről szavazott, de nem láttam, néhányal mellettem ült. Persze, ő ott tagja. Mennyire groteszk helyzet ez? Ott szavazgatnak egymással szemben azok, akik végsősoron... Hát ez így szokott lenni, tehát ha beterjesztenek egy határozati javaslatot, akkor van, aki ellen szavazza, van, aki... Na jó, de ő itt most közben a kormányt is képviseli. Hát a kormányt hát ugye, nem képviselte... Ez azért így vicces. A kormányt képviselte, de nem ült ki, ahogy ez az akadémiai közgyűléseken szokás volt korábban a miniszterelnök, és ha eljött az akadémiai közgyűlésre, akkor kiült az akadémiai elnöke mellé. Ő nem ült ki, ő ott ült az első sorban, és egy rövid hozzászólást tett. Ebben a hozzászólásban sem én, sem mások nem kaptak arra vonatkozóan magyarázatot, hogy miért kell ez az átalakítás, és ha megengedi, az akadémia közgyűlés elfogadott egy nyilatkozatot vagy határozatot, ezt a közgyűlésen terjesztették be, ez így szól. Az MTA közgyűlése az egyetem és magyar tudomány jövőjére nézve károsnak tartja, és ezért nem ért egyet a célkitűzések megfogalmazása nélküli önkényes intézetátalakítási politikai szándékkal. Abban kényszerhatása alatt vesz részt, ez azért, hogy az értékei és erényei megőrzésével, a benne rejlő lehetőségek és alkotóenergiák felszabadításával járuljon hozzá a magyar tudományosság és innovációs tevékenység felemelkedését szolgáló tudománypolitika megszületéséhez és megvalósításához. A közgyűlés tagjai megköszönik az elnökség áldozatos munkáját, és az ügyben, és azt a továbbiakban is támogatják. Ez volt az a határozat, amit az akadémia közgyűlés elfogadott, és elfogadott emellett négy határozatot, tehát
továbbra is úgy tartja helyesnek, hogy az akadémiához tartozzanak a kutatóintézetek. Abban megállapodás született, és ezért nem igaz, hogy nem történt semmilyen haladás a közgyűlésen, mert a új irányítási struktúrában megállapodás született, abban, hogy a egyharmad arányban történjen a delegálás a irányító testületben, mert ebben nincs megállapodás, ám bár szerintem ez egy rendkívül logikus előterjesztés, abban, hogy az intézeteknek legyen saját költségvetése, szintén megállapodás született. Én azt gondolom, hogy van előrelépés, tovább kell tárgyalni. Hát van előrelépés, hogyha az első határozati pontot kivesszük ebből a képletből, mert az az alfa és az omegája mindennek. A közgyűlés az intézethálózatot az akadémián belül kívánja tartani. Ugye erre volt egy 78%-os egyetértő szavazás. Erre mondja Palkovics László, és erre üzente már a reggeli Magyar Hírlapban, hogy amennyiben ez így történik, akkor majd a parlament másképp határoz, és erre mondta Lovász László elnök, hogy ha a parlament másképp határoz, akkor kényszer hatására a Tudományos Akadémia kénytelen ebben részt venni. Ez pontosan így van, ez történt ebben a határozatban is. Egyébként az akadémiai törvényt mindenképpen módosítani kell, tehát az elfogadott, a közgyűlésen elfogadott határozatok szerint is módosítani kell. Mennél hamarabb megtörténik, és remélhetőleg az akadémia álláspontja szerinti megállapodás és törvénymódosítás, annál jobb, mert már lassan egy éve tart ez a húzavona, amit borzasztóan nehezen élnek meg a kutatók. Ugye itt a kényszer szó hangzik el a mai határozatban is, és a szavazásokra bocsájtott kérdések között is, illetve a zsarolás szó hangzik el hónapok óta. Igen, ezt én dobtam nem önre hárítom ezt a kifejezést, hanem ugye ezek nagyon durva kifejezések. Tehát a kényszer hatására működő Tudományos Akadémia, miközben a Tudományos Akadémia függetlenségét még ez az alaptörvény is garantálja. Így van. És a zsarolás, amit egy miniszter a Tudományos Akadémia elnökével szemben követel, ezek nagyon durva kifejezések. Ennek mennyire van híre a világban? Azt nem kérdezem, hogy mennyire tudja a világ megvédeni a Tudományos Akadémiát, mert semmennyire. De azért egy képet egy országról, egy országban működő intézményekről, a demokráciáról, a tudomány állapotáról jól leír. Igen, hát erről a világban azt gondolom, hogy szinte mindenütt tudnak, hiszen a Magyar Tudományos Akadémiát ebben a mondjuk az, hogy tárgyalásban vagy küzdelemben több száz intézmény és több száz kiemelkedő személy támogat. Mit gondol, ezt miért nem érdekli a kormányt, vagy Palkovics Lászlót? Nem tudom, ugye én a kormány részéről olyan határozatról nem tudok, amely azt mondaná, hogy vegyük el az akadémiától a kutatóintézeteket. Palkovics László folyamatosan erről beszél. A kormány határozatban azonban az van, hogy tárgyaljon az akadémia elnökével az akadémiai kutatóhálózat irányításának megújításáról. A mai közgyűlésen világosan döntött a közgyűlés arról, hogy hozzájárul ahhoz, hogy megváltoztassák a kutatóintézetek irányítását. Ebben semmi ördögtől való nincs. Valóban nehézkesen működik az, hogy 365 plusz 200-500 valahány ember dönt menedzsment kérdésekben. Ezért, ahogy eddig is volt egy testület, amely döntött erről, ezt a testületet meg lehet változtatni, ki lehet egészíteni, kormány képviselői részt vehetnek ebben, jöjjenek el és mondják. Ugye ez lenne az egyharmad, a kutatóintézetek, az MTA meg a kormány. Így van. Pillanatnyilag az van, hogy van egy 15 fős testület, amelyből hármat a kormány delegál. Ugyan nem nagyon vesznek részt a munkában, de hármat a kormány delegál. Ugye Palkovics László ma reggel mondta, ugye erre utaltunk az imént, hogy ez egyfajta üzenet volt, ha úgy tetszik, zsarolás, hogy abban az esetben, hogyha nem születik ma megfelelő, a kormány számára megfelelő döntés a közgyűlésen, akkor az akadémiai törvényt úgy módosítjuk, hogy a kutatóintézet hálózata jövőben nem az akadémián belül, hanem azon kívül működik tovább. Lehet, hogy a kormányhatározat nem mondja ki, de a miniszter kimondja, hogy ez a döntés. A miniszter kimondja, a törvényeket azonban a magyar parlament hozza. Ez miben vannak illúziói, hogy a fideszes többség másképp dönt, mint ahogy a kormány kívánja? Várjuk ki, hogy hogyan dönt a kormány, és hogyan dönt a parlament, látva azt, hogy itt
ez az átalakítás olyan súlyos károkat okoz a magyar tudományos életnek. Nem akarok ilyen részletekbe belemenni, több tízezer szerződést kell átírni, és semmi garancia arra, hogy az Európai Uniós forrásokra megkötött szerződéseket, Brüsszelben megkötött szerződéseknél nem mondják azt, hogy akkor szerződést módosítunk, és esetleg a módosítás az, hogy a szerződéstől elállunk. Tehát olyan óriási munkát kellene elvégezni, hogy azt nem értem, hogy miért nem értik meg, hogy ezt nem lehet elvégezni ennyi időt. Valkovics László azt mondta ma reggeli interjúban, hogy összesen két tudós emberről tud, aki elment az országból az elmúlt fél év hercehurcája miatt. Ön többről tud? Én többről tudok, de erről nincs olyan statisztikám, hogy tudnám pontosan, hogy kik mentek el, de kettőről én is konkrétan tudok. Mert akkor kettő, ez egy konszenzusos szám. Ez annyiban konszenzusos szám, hogy ez a két kutató olyan, aki egészen kiemelkedő, tehát akit úgy mondom észreveszünk. Nem akarok megbántani senkit a kutatók közül, de nem egyformák valamennyien. De fiatal pályakezdő tehetségről nem tud mindenki. Nem tudja, hogy elmegy. Persze, persze. Szerintem többen elmentek. Mit veszélyeztet ez a mostani helyzet? Azon túlmenőleg, hogy ha én önt jól értem, nincs lefutva az ügy, hogyha Palkovics Lászlót olvasom, akkor meg le van futva. Tehát ez egy nézőpontok közötti különbség nyilvánvalóan, de itt még igazából milyen kérdések vannak? Azon túlmenőleg, hogy magukkal a konkrét kérdéseken nincs megállapodás. Kérdés az, hogy az akadémia jövője mi lesz például? Nem az akadémia jövőjéről van. De minek van egy akadémia, hogyha nincs mögötte semmi? Ez bonyolultabb kérdés egy kicsit, tehát ha lenne egy olyan szervezet, amely irányít egy kutatóhálózatot, mint ahogy van a Max Planck hálózat, vagy van a Helmholtz Gesellschaft, az irányíthatna egy ilyen kutatóintézetet, de nincs ilyen. Ezt nem lehet egyik napról a másikra létrehozni. Az akadémián megvan ez, és működik most már sok-sok éve. Ezért, mivel nem tudnak mondani olyan indokot, ami indokolná, hogy ezt az átalakítást meg kell csinálni, ezért az akadémia közgyűlése azt mondja, hogy addig, amíg erre nem mondanak olyan indokot, hogy ezt miért kell megcsinálni, addig ne csinálj. Ezek szerint az akadémia vezetése nem fogadja, és a közgyűlése sem fogadja el azokat, amiket eddig hallott. Ugye Palkovics László miről beszél? A racionalizálásról, tehát hogy ne folyjon szét a pénz, az alapkutatások átalakítása. Ezek szavak. Nincs oda téve, hogy ha így lesz, akkor ennyivel jobb eredmények lesznek, ha így lesz, ennyivel jobb eredmények lesznek. Az van, hogy ha az intézményhálózat nem tudom kinek az irányítása alá tartozik, akkor már jobb lesz. Indokot semmit nem. Bedöntjük most éppen így együtt mi ebben az országban, akik itt ezt nézzük és tűrjük, vagy akik ebben tevőlegesek a magyar tudományos életet? Lényegében igen, hiszen azért azt is tegyük hozzá, hogy azt mondtam, hogy van előrelépés, de azért a közgyűlésen volt olyan határozat is, amit kis többséggel elutasított a közgyűlés, ami nagyon kemény bírálatokat fogalmazott meg, tehát az a közgyűlésnek a mondjuk több mint fele rendkívül dühös volt, és ebben a millióban élni, dolgozni, ahelyett, hogy kutatnának, ez iszonyú károkat okoz. És nézze, természetesen nekünk az idősebb generációnak ez frusztráció. A fiatalabb generáció pedig nézi, hogy hová mehetne el. Ez a legnagyobb baja az egésznek, és ilyen szempontból óriási károkat okozott már eddig is. Nem tudom, mikor lesz megoldás, én úgy gondolom, hogy az ősz folyamán a parlament meg fogja tárgyalni ezt a törvényt. Professzor úr, köszönöm szépen a beszélgetést. A tudományos életről előtte, az egészségügyről, még előtte az oktatásról beszélgettünk. Hát ezek a mi ügyeink itt ma Magyarországon, de vannak még ügyek, azokról Jakubcsa Gabi is beszokott számolni. Nyilván így lesz ez ma este is. Mi lesz a műsorban, Gabi? Szervusz! Szervusz, jó estét kívánok! Ma is jelentkezik a Jakubcsák plusz, a fő témánk a hálapénz, mert hogy közel 80 milliárd forint tűnik el az orvosok zsebében, többen büntetnék az átadókat is, nem csak a hálapénzt átvevőket. Hát ez lesz a fő témánk ma este. Izgalmas, ugye maradunk akkor az egészségügy témakörénél. Aztán pedig 500 az ország géniusz a 9:30-tól ismét megnézhetik az első adást. Ismételjük ma este. Szép estét mindannyiunknak, remélem holnap is találkozunk, viszontlátásra.